Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Megvan a kormány döntés, közel 400 milliárdból épülhet meg a Mohácsi Dunahíd. Több kedvezmény az iskola kezdéshez, ingyen tankönyv, tanszercsomag, étkezés és jogosítvány. Legújabb technológiák, ipari fejlesztések, találkozó az agrárium és az ipar szereplőinek Pécsen. Együtt gyermekeinkért jótékonysági futóverseny. A Királyegyházi Szemengyárnál várják a jelentkezőket. Forrást biztosított a kormány a Mohácsi új Dunahíd beruházására, jelent meg a csütörtöki közlönyben. A beruházásra a 2024-2031 közötti éverke vonatkozóan a kötelezettségvállalás mértékét összesen 389,3 milliárd forintban szabta meg a kormány. A projektről Hargitay János miniszteri biztos országgyűlési képviselő beszélt stábunknak. A Mohács 500 programnak amellett, hogy létrehoznak különböző kulturális és turisztikai fejlesztéseket, van egy területfejlesztési dimenziója is, mondta Hargitay János miniszteri biztos csütörtökön délután Mohácson. Ezek jól haladnak, vagy némelyikben most várható újabb történés. Ugye, miért mondom azt, hogy jól haladnak? Egyrészt az egyik nagyon fontos fejlesztés az autópálya Bojtolle Ivándárdaig, ez hál' Istennek elkészült, használjuk. A 0 kilométer, ami a régi autópályát, az M60-as autópályát ezzel az újjal összeköti, azt hívjuk 0 pontnak, ott is befejeződtek a fejlesztések, ez is nem sokára használatba kerül. És ugye a horvátok is gőzelővel dolgoznak a maguk még meglévő 5 kilométernyi autópálya szakaszukon. Jövő év közepén 2025 második felében Budapesttől Mohácson át Boszniáig egyenes úton haladhatunk ezen az autópályán, tette hozzá Hargitay János. Ez végre egész Baranyát délfelé megnyitja. A miniszteri biztos azt is elmondta, épül a gazdasági célú kikötő is, amelyet körülbelül egy éven belül befejeznek. A nagy vágy azonban a Dunahíd, mely a kelet-nyugati összekötetését adja meg ennek a térségnek, az egész vármegyének, hangsúlyozta politikus. Másként mondva, Pécs-Szeged összeköttetése is a Mohácsi Dunahídon keresztül fog megvalósulni. Most akik figyelik a kommunikációmat Dunahíd kapcsán, mindig pont arról tudósítottam, ahol ez a dolog történik. És utoljára ugye arról beszéltem, hogy már csak egy kormány döntés kell, és ebben az egy kormány döntésben a kormánynak, a győztes pályázónak, a majdani kivitelezőnek forrásokat kell biztosítania, hogy megépítse ezt a hatalmas rendszert, a hidat, és a hozzá kapcsolódó úthálózatot, ez 28,8 kilométernyi út a Bolyi nagy autópálya kanyartól a túloldalon Baja alatt Csátaljáig. Rendkívül fontos kormányhatározat jelent meg csütörtök este a magyar közlönyben. A kabinet ugyanis döntött a Mohácsi Dunahíd és kapcsolódó úthálózat kivitelezési feladatai ellátásához szükséges források biztosításáról. A határozat szerint a beruházásra 2024-2031 közötti évekre vonatkozóan a kötelezettségvállalás mértékét összesen 389,3 milliárd forintban szabta meg a kormány. Több kedvezményt biztosít a kormány az iskola kezdéshez a családoknak. Már augusztusban megkapták a családi pótlékot, hogy megkönnyítsék ezzel is az iskola kezdést. Ingyen tankönyvet kapnak a gyerekek, és a nagycsaládosoknak az iskolai étkezésért sem kell fizetniük. A jogosítvány megszerzéséhez is jelentős támogatást ad a kormány. Pécsre, a vármegyére vonatkozó adatokat hallhattunk a pécsi tankerületi igazgatótól és a kormánybiztos országgyűlési képviselőtől. Óriási nehézséget tud okozni az augusztus vége a gyermekeket nevelő családok számára, hiszen a tanszercsomagot, az összes tankönyvet meg kellett vásárolni, és be kellett fizetni a gyermekétkeztetés összegét is. Ráadásul csak a hónap közepén kapták meg a családtámogatásokat az érintettek, idézett egy korábbi korszakot Hoppál Péter kormánybiztos országgyűlési képviselő a Meszesi Általános Iskolában tartott sajtótájékoztatón. Most azonban pozitív változás van. A családtámogatásokat előre veszi a kormány, tehát augusztus végén a szeptemberi juttatásokat mindent folyosít az államkincstár minden családnak, a gyest, a gyedet és a családi pótlékot egyaránt. Ezen kívül pedig ingyenes tankönyvben részesül az elsőtől a 13. évfolyamig minden magyar diák az iskolákban, a köznevelésben is és a szakképzésben is.
új támogatási forma ezen felül, hogy a KRESZ vizsgát a középiskolásoknak kifizeti a kormány, tehát akik ügyesen sikeres KRESZ vizsgát tesznek, azoknak ezt ingyenessé tette idén szeptember 1-től a kormányzat. Mindezeken felül lehetőség van az önkormányzatnál kormányzati támogatási finanszírozással nagycsaládosok számára ingyenes étkeztetést is kezdeményezni. Nagyon sok olyan támogatási lehetőségeket teremtett az Orbán kormány, melyek 2015 nem voltak, hangsúlyozta Hoppá Péter. A pécsi tankerület 3 járást lát el, ami 14 ezer tanulót jelent, 39 székhely intézménnyel, 28 tagintézménnyel. Ez azt jelenti, hogy 2000 pedagógus és közel 500 nevelési oktatási munkát közvetlenül segítő munkatárs dolgozik azért, hogy minden nevelési célt megvalósítsanak, és a gyerekek minden tudást elsajátítsanak, tájékoztatott Tóth László Ákos tankerületi vezető. Idén a beiskolázás következtében első kicsi elsős gyerekek 1200-an iratkoztak be az iskoláinkba. A 9. évfolyamra közel 500 tanuló iratkozott be. Összességében ez 14 ezer gyermek jár az intézményekbe. Ezeknek a gyermekeknek a kormányzati segítség az a legnagyobb mértékben valósult meg, hiszen elsőtől 13. évfolyamig ingyenes tankönyvben részesülnek a diákok. Ez csak a pécsi tankerület vonatkozásában 150 millió forintot jelent, és akkor ez még csak az alaprendelés. A szeptember hónap folyamán még lesz a kiegészítő rendelés, vagy a pótrendelés, ami még néhány millió forinttal ezt meg fogja fejelni, ezt az összeget. Több mint 1000 tanszercsomagot osztanak ki a rászorult családoknak. Országos viszonylatban ennek az összege több mint 1 milliárd forint támogatást jelent a családoknak. Rövid híreink következnek. A NAV baranyai munkatársai ezen a héten szerdán Siklóson, a Felszabadulás utcai üzleteket, pénteken pedig Pécset gépjárműalkatrész kereskedőket ellenőriznek. Az ellenőrök vizsgálják a nyugta és számladást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, a jövedéki termékek értékesítését, valamint a forgalmazott áruk eredetét is. 55 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn az MT-t. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 5, szombaton 43, vasárnap 5 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében elfogtak 2 határsértőt is, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén 194 határsértőt tartóztattak fel, és kísértek vissza. A megelőző héten, augusztus 19-től 25-ig a feltartóztatottak száma szintén 194 volt. Emellett az elmúlt héten az ország belsejében elfogtak 6 határsértőt is, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt 2 gyanúsított ellen indult büntetőeljárás derül ki a rendőrségi összesítésből. Fontos az ipari ágazatok és a helyi mezőgazdaság szereplőinek rendszeres találkozása. No már az új technológiák beépültek a modern agrárgazdaságba, mondja a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára. Ezért is fontos megrendezni a Baranyai Agrárnapot, ahol a vállalkozások, termelők, szakemberek és döntéshozók megismerhetik egymást. Ez egy drón, amit a mezőgazdaságban lehet használni. Például növényvédőszert lehet vele célzottan csak a szükséges területre kijuttatni. Ma már a technológiai eszközök a modern agrárgazdaság részét képezik, mondja a helyi iparkamara főtitkára. Olyan korszerű technológiák jelentek meg, amik ipar 4.0-ások, mesterséges intelligenciát használnak, szenzorosak, kamerarendszer, ez már gépipar, elektronikai ipar, ipar 5.0, kommunikáció, IT. Az agrárium elképesztő tempóban és nagyon intenzíven magáévá tette azt, hogy diverzifikáltan kell gondolkodni, és ez a diverzifikáció a szektoron belül megvalósult, úgyhogy szerintem erre kell fókuszálni.
Ezért fontos, hogy a különböző iparterületek, ágazatok és az agrárium között legyenek találkozási pontok. Baranya gazdaságában fontos a mezőgazdasági termelés, ezért kell az ipari szereplőket és az agráriumban tevékenykedőket szakmai találkozókon összehozni, tudtuk meg a főtitkártól. A térség jövőjét alapvetően a gazdaság határozza meg, aminek szerves részét alkotja az agrárium és az élelmiszeripar. Évekkel ezelőtt az Agrárkamara elnöke Rittlinger József meghívott minket az általa létrehozott agrárkerekasztalba, és az agrárkerekasztal, ami a szakmai szervezetek, a kamarák, közintézményeknek egy rendszeres találkozó helye az agráriumot érintően. Az agrárkerekasztalban merült föl, hogy csináljunk egy olyan szakmai rendezvényt, ami nem kiállítás, nem a lakosságnak szóló bemutató, hanem a legnagyobb, legmérvadóbb agrárgazdálkodóknak egy olyan találkozó pontja és találkozó helye, ahol nagyon rövid szakmai előadásokat követően lehetőség nyílik a lehetőségek, az innovációk és akár a problémáknak a közös azonosítására. Erre nyújtott remek lehetőséget a Baranyai Agrárnap, értékelt a helyi iparkamara főtitkára. Az eseményen, amit augusztus utolsó péntekén rendeztek, előadások, pódiumbeszélgetések, kötetlen találkozó várta a vendégeket. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Közös járőrszolgálatot láttak el magyar rendőrök horvát kollégáikkal idén is Horvátországban. A magyar rendőrök Zadarban és Pulában, valamint a környékbeli településeken, főként a strandoknál a turisztikai szempontból frekventált helyeken járőröztek. Esetleges feladatuk volt, hogy tájékoztatással és útbaigazítással segítsék a magyar nyaralókat, így támogatva a horvát kollégáik munkáját. A magyar-horvát közös rendőri szolgálat mára hagyományá vált. A magyar rendőrök 2007 óta támogatják a horvát rendőrök munkáját, adta hírül az MTI. A jövő heti időjárás előrejelzés szerint tovább folytatódik a kánikula, így a hullámfürdő strandja a tervezetnél egy héttel tovább tart nyitva. Szeptember 8-ával bezárul, a 9 és 19 óra között várják a látogatókat. Az aulában akár csak a párizsi olimpia küzdelmeit, a paralimpiai játékok eseményeit bárki ingyenesen megtekintheti. Idén 9. alkalommal kerül megrendezésre az Együtt gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóverseny. Az esemény célja továbbra is az egészséges és aktív életmód népszerűsítése a helyi lakosság, különösen a fiatalok körében. A futóverseny nevezési díját és az egyéb pénzbeli támogatásokat teljes egészében a résztvevő iskolák sporteszköz vásárlására fordítják. Hello, csajok! Gratulálunk nektek! Futók a Királyegyházi cementgyárnál, az üzem már évek óta megrendezi szeptemberben az Együtt gyermekeinkért elnevezésű eseményt. A Holci Magyarország Kft. 2015 óta szervezi meg Szent Lőrinc Királyegyháza települések önkormányzataival és helyi civil szervezeteivel immáron 9. alkalommal az Együtt gyermekeinkért jótékonysági futóversenyünket, amelyre idén is szeptember 3. péntekén, azaz szeptember 20-án fog sor kerülni a Királyegyházi cementgyárnál. Most is 3 távon várjuk a kicsiket, nagyokat, ki kedve szerint választhat a 3, 4, illetve 11 kilométer táv teljesítése között. A rendezvényen más programokkal is várják a gyerekeket, felnőtteket. A futóverseny mellett kreatív programokkal, önkéntességi programokkal is várjuk az ide látogatókat hozzánk, és ami különlegesség, hogy az idejében a rajcsomag tartalma egy fél literes kulacs lesz, így ezzel is elő tudjuk segíteni a fenntarthatóságot, a minél kevesebb hulladék termelését a futóversenyünkön, valamint minden célba érkezőt ezúttal is a Holci munkavállalói által készített befutó éremmel várjuk. Az Együtt gyermekeinkért elnevezés valójában jótékonysági célt takar. A résztvevő iskolákon keresztül az ott tanuló gyerekek kapnak ajándékot valójában, mondja a cementgyár munkatársa. Idén is jótékonysági futóversenyt szervezünk. Ennek lényege, hogy a futóversenyünkön résztvevő minden iskolának a 18 éven felüliek által fizetett nevezési díjat, valamint a helyi vállalkozások által adott anyagi támogatásokat fogjuk teljes összegben felajánlani, és így az iskolák a sporteszköz készleteiket tudják majd bővíteni a támogatásból.
ezért várják egész Baranyából az iskolák jelentkezését a szeptember 20-ai eseményre. A futóverseny nevezési díja felnőtteknek 1000 forint, de a jó ügy támogatására az ezen felüli pénzadományokat is elfogadják. Jelentkezés és további információ a holcim.hu/futás oldalon érhető el. A régió híreivel folytatjuk. Az italcsomagolás visszaváltási rendszert a legtöbben már jól ismerik, sokan használják. Azonban mi a helyzet azokon a kis településeken, falvakban, ahol nincs lehetőség az üvegek, palackok visszaváltására? Előérdeklődtünk a helyieknél Tolna vármegyében. A Mohumol hulladékgazdálkodási ZRT által üzemeltetett visszaváltási rendszerről megoszlanak a vélemények. Az automaták az országban már rengeteg településen megtalálhatóak, azonban sok kis faluban, községben, Tolna vármegyében a visszaváltásra még nincs lehetőség. A kölesdiek közül például többen Szekszárdra viszik az üvegeket. Elviszik Szekszárdra. Vagy a fiam, vagy az unoka, vagy összegyűjtjük őnek is, az enyémet is, és akkor visszaviszik. Szekszárdon vissza lehet váltani. Kölesden nincs megoldási lehetőség. Szekszárdra, vagy pedig Paksra kell elmennünk. Itt a megoldás csak az, hogyha fogja magát a ki összeszedi, és nem törődik össze az a rohadt műanyag, mert állítom, hogy 2 év múlva még vékonyabb lesz a fala, hogy még nagyobb haszon legyen benne, mert az ember, ha szállítja üresen, összetörődik, és a gép, hát az már nem veszi be, ha sérült. Tehát gyakorlatilag ez a dolog ilyen formában a 2-300, 400-500 fős településeket gyakorlatilag le vannak húzva az ott lakó emberek, 50 forinttal. Kicsit odébb Sárszentlőrincen többen elmondták, hogy nagy dologra kell elvinniük az üvegeket, ha vissza szeretnék kapni a betétdíjas termékekre terhelt 50 forintot. Most ahhoz képest, akinek van bicikli, az nem tudom, hogy ön tudja megoldani, de autóval vagy már mindennel átviszik, hogyha, vagy busszal, így máshogy nem. Én nekem ez nem tetszik. Totálisan nem tetszik, ugyanis ha én pénzt fizetek azért az üvegért, akkor pénzt szeretnék visszakapni, nem egy cetlit, mert ha nem akarom levásárolni adott boltba, akkor ezzel arra kötelezik a vevőt, hogy abba a boltba, ahol épp a repont van, kénytelen lesz levásárolni. De nem vásárolhatsz csak azért a pénzért, hanem még pluszba, mert nem lehet ugyanakkora az összeg. Tehát azért ez nem jó. Várdombon a helyiek elmondása szerint még nincs automata, de hamarosan lesz. Hát most vagy Szekszárd, vagy Bátaszék. Ez akkor mindig át szokták vinni? Igen. Mink összegyűjtjük és bevisszük vissza a Szekszárdra, a Lidlibe vagy a Tescóba. A Mohu adatai szerint pár hét alatt már 150 millió darabra nőtt a visszaváltások száma Magyarországon. Az online piactereken eladóként sem vagyunk biztonságban, ha nem vagyunk elég figyelmesek, a csalók könnyen átverhetnek minket, és lesöpörhetik a bankkártyánkat. A témával kapcsolatban kérdeztük debreceniné Farkas Editet, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferensét. Az online térben az elmúlt időszakban rengeteg csalás történik, a Tolna vármegyei rendőrség szinte heti rendszerességgel számol be ezekről. Az egyik ilyen módszer során a csalók a figyelmetlen eladókra vadásznak. Az online piactereken nagyon gyakori, hogy egy-egy meghirdetett termékre rövid időn belül jelentkezik érdeklődő, és általában már a csomagszállítót is megnevezi, hogy miként szeretné a csomagot megkapni. Ezután vagy SMS-ben, vagy Messenger üzenetben, esetleg az elkért e-mail címünkre érkezik egy üzenet, abban már a csomagszállító egy linket küld, ezek általában adathalász család linkek, ahol ha megadja gyanútlan eladó az adatait, akkor hozzáférést biztosít a bankkártyájához. Itt kérik a nevet, a lejárati időt, illetve a biztonsági kódot is. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy eladóként semmilyen esetben sem kell megadnunk bankkártya adatainkat. A vevő számára csak a bankszámlaszámunk szükséges, erre tudnak utalni. Az elmúlt héten egy Paks környéki asszony járt Pórú pont ilyen eladás kapcsán. Ő is egy terméket meghirdetett, majd pedig a kapott linket megnyitva beírta a bankkártya adatait, és ezzel 130 ezer forintja bánta, amikor már észlelte, hogy csalás áldozata lett, hiszen kapott üzeneteket, hogy ne szakítsa meg a folyamatot, mert bankkártya büntetést fog kapni. Akkor ő már kezdeményezte a pénzintézetnél a számla zárulását, így a többi pénzéhez már a vevő nem fért hozzá. Az online térben elkövetett csalások megelőzéséről további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a kiberpajzs.hu oldalon lehet találni.
Az olimpiai siker óta több meghívásnak is eleget tett a Madridban élő Márton család, aminek tehetséges ikerlányai már világbajnokságot és olimpiát is nyertek. Most egy gyors látogatással érkeztek a Balaton partjára, hogy régi barátjuk kérését teljesítsék. Akkor többet leszel itt. Most igen. A család egyik barátjának meghívására érkeztek Balatonszárszóra a Mártonikrek. Dorogi Sándor és Mártonék még Teneriféről ismerik egymást. Az olimpia alatt Sándor is nyomon követte a fiatalok szereplését, majd Viviana sikere után azonnal telefont ragadott. Végignéztem az előbecseket, elődöntőt, mindent, és teljesen el voltam hűlve, hogy lehet valakiben ekkora hatalmas akaraterő, szívóság, kitartás, megszállottság, hogy eljut az olimpiáig, az olimpián pedig az aranyéremig. Ez olyan megható volt nekem, hogy villámgyorsan hívtam a papát azonnal, hogy ez igaz, ez létezik, ez megtörtént, és hát Zsolt is boldog volt, hogy telefonon egyből utolértük egymást, és akkor mondtam is, meg írtam is a Facebookon, hogy nekem óriási öröm lenne, ha két lányt személyesen is megölelhetném. És így jött ez a mai találkozó, élőben itt ülünk egymás mellett, a kertben, egy nagy fa alatt, és a boldogságtól ordítani tudnék, mint ugyan a slágerünk mondja. A Mártonikrek már nagyon korán elhatározták, hogy a tékvandó lesz az a sport, amit választanak, és amit csak lehetséges, szeretnének belőle kihozni. Csodálatos volt nekünk ott lenni, mert az olimpia egy ilyen másik világ, ahol csak a legnagyobb sportolók vannak ott, és kimenni a szobából is csak ott sétálnak melletted a világbajnokok, meg az olimpia bajnokok, hát az fantasztikus. Olyannyira profin, hogy Luana tavaly 17 évesen világbajnok, Viviana pedig az idén olimpiai bajnok lett. Az olimpiai falu és maga a millió meghatározó élmény volt a lányok számára. Mi 7 évesen kezdtük Tenerifén, és utána, amikor már többször mentünk ki versenyekre, 12 évesen úgy döntöttük a szüleimmel meg mi, hogy ki fogunk költözni Madridba, hogy tudjunk menni az olimpiára, és hogy tudjunk fejlődni. És ott, amikor kiköltöztünk, akkor már tudtuk, hogy itt van lehetőség, és hogy már profin csináljuk. Persze a sikerért meg kell dolgozni. Naponta 2-szer 2 órát edzenek, mellette szabad idejük nem nagyon marad, hiszen még tanulmányaikat is folytatják. Szeretik ezt az életet, határozott célokat tűztek ki maguk elé, amelyet végig is akarnak csinálni. Mint mondják, egy percre sem bánták meg, hogy élsportolók lettek. Igazából nem, soha nem gondoltunk ilyet, mert igazából mi nem arra koncentrálunk, nekünk nem érdekel annyira, hogy most hétvégén kimenjünk bulizni. Mi nem ez a célunk. Mi az a cél, hogy ebben a kevés idő, ami sportolunk. Igen, ahol sportolunk, ezt megcsináljuk 100%-osan, és majd utána, amikor majd végzünk, majd lesz időnk. De most még nem. A lányoknak még 1 hét szabad idejük van az újabb edzések kezdetéig. A Balatonnál már többször is jártak, szívesen kapcsolódnak ki a magyar tenger partján. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Megvan a kormány döntés, közel 400 milliárdból épülhet meg a Mohácsi Dunahíd. Több kedvezmény az iskola kezdéshez. Ingyen tankönyv, tanszercsomag, étkezés és jogosítvány. Legújabb technológiák, ipari fejlesztések. Találkozó az agrárium és az ipar szereplőinek Pécsen. Együtt gyermekeinkért jótékonysági futóverseny. A Királyegyházi Szemengyárnál várják a jelentkezőket. Kedden sem jön változás, marad a szeptemberi kánikula. Napos idő várható, zápor a zivatarra, kevés az esély, csak néhol élénkülhet meg a légmozgás. Délelőtt 23-32, délután 33-37 fok közötti maximumokat mérhetünk. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!